Üdvözöllek, Viktor vagyok, és a Szerszáma útletet nézed. A mai napon elhoztuk nektek a Makita legújabb robotporszívóját, amely DRC-300-as névre hallgat. A legújabb és legnagyobb újítása ennek a porszívónak ez a úgynevezett LIDAR szenzor, ami röviden annyit jelent, hogy fény alapján távolságot mér, valamint egy kamera segítségével be tudja határolni, hogy hol helyezkedik el az adott térben, ezt feltérképezi, valamint el is tárolja. Mint láthatjátok, HEPA szűrő van, ami mosható, szóval minden kisebb részecskét, valamint szennyeződést felfog ez a szűrő, hogyha esetleg eltömődne, elkoszolódna, akkor ezt ki lehet mosni. A robotporszívó 18 voltos LXT akkumulátorrendszerrel működik, egy vagy akár két darab akkumulátorral is. Alapvetően egy darab akkumulátorral működik, viszont hogyha ki szeretnénk tolni az üzemidőt, akkor két darabot is be lehet rakni. Először egy akkumulátort fog leszívni, aztán pedig a másikat. Hogyha kettő darab teljesen feltöltött 6 amperórás akkumulátort helyezünk be a készülékbe, akkor akár az 600 négyzetméter területet is képes felporszívózni. A porszívó összesen 10.000 négyzetméter területet képes eltárolni, 5 különböző helységre felosztva. Mi tudjuk kiválasztani ezek közül, hogy éppen melyiket takarítsa, valamint ezek közül ki tudjuk zárni az olyan területeket, amelyekre nem szeretnénk, hogy bemenne. A dobozban található még továbbá az első forgókefékből összesen 4 darab. Ezeket ugye tudjuk cserélni, hogyha esetleg elkopnának, valamint később utánrendelhető is lesz. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a robotporszívónak, hogy távirányítóval is lehet ezt üzemeltetni, azt is megtaláljuk mellette, valamint annak használatához szükséges 2 darab 3A-s elemet. És meg is érkeztünk magához a robotporszívóhoz. Ami elsőként szembe tűnik, ugye ez a nagy LIDAR szenzor, ahogy mondtam, ez úgy működik, hogy itt oldalt lézerek segítségével fel tudja térképezni a környezetét, ezt 3D-be lemodellezi és eltárolja, így tudni fogja, hogy nagyjából hol vannak az akadályok a szobában. Viszont, hogyha a szobában esetleg valamilyen tárgyat ott felejtünk az út közepén, az se probléma, mivel érzékeli és ki fogja tudni azt kerülni. Magának a készüléknek az elején található összesen 6 darab távolságérzékelő, valamint itt középen egy nagy kameraszenzor. Ezeknek az adatai alapján tudja még feltérképezni azt, hogy nagyjából milyen távolságra van egy tárgy. A készülék elején található 2 ütközésérzékelő, úgyhogy ha esetleg nem érzékelne ez a sok szenzor valamit, mert 25 centinél alacsonyabban van, akkor nem probléma, mivel neki megy egy kicsit ugyan, viszont nem tudja azt fellökni, visszatolat és folytatja a takarítást. A készülék elején egy nagy teherbírású fogantyú található, ennél fogva tudjuk szállítani a különböző helyszínek között. A portartály. Ezt az alábbi módon tudjuk kivenni. Lehet látni, hogy van alul egy gyűjtő része, ide gyűjti a nagyobb szennyeződéseket, valamint szemcséket. Valamint a tetején itt található a HEPA szűrő, amit megszűrt levegőt ezen a részen fogja kivetni magából, itt a készülék hátulján. A HEPA szűrő mosható, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy elhasználódik, és utána azt ki is kell dobni. Kimosjuk, kiszárítjuk, és utána mehet is vissza a gépbe. A készülék két oldalán található egy-egy lámpa, így működés közben láthatjuk, hogy éppen hol tart, és hogyha esetleg nem találnánk, és viszonylag sötét van, akkor pedig egyértelmű módon fog fényjelzést használni, úgyhogy könnyen meg fogjuk találni. A készüléknek ezen a részén találhatjuk a kezelőfelületet, egy szép nagy bekapcsoló gombbal, itt lehet időzítőt, valamint az órát állítani, a wifi kapcsolatot a telefonunkhoz itt tudjuk bekapcsolni, a szélső gomb segítségével pedig be tudjuk állítani, hogy éppen melyik előre beállított helységet fogja takarítani. A másik oldal található egy beállítások gomb, a menünek az elfogadó gombja, valamint a nyilak segítségével tudjuk léptetni azt. A készüléknek a hasán megtalálhatjuk a két kereket, ezeket hajtja meg ugye az akkumulátor, ezek alapján tud akár egy helyben is megfordulni. Találhatunk egy szerszám nélkül cserélhető fülkefét, valamint erre a kettő tengelyre fogjuk tudni rárakni a nemrég mutatott oldalsó keféket, amik folyamatosan így pörögnek ebbe az irányba, és lényegében besöprik a fülkefére az összes szennyeződést.
A készülék alján az első keréknél található kettő darab magasságérzékelő, ha esetleg a készülék valamilyen magasságkülönbséghez ér, ami nagyobb, mint 10 cm, akkor automatán megáll és visszafordul. Lássuk, mit tud a gép használat közben. Termék felkeltette érdeklődésedet, tekintsd meg azt weboldalunkon a sersanoutlet.hu-n. Hogyha tetszett a videó, iratkozz fel YouTube-on, valamint kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon. Köszönjük!